Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk Márk evangéliumához kötődik, a 10. fejezetből a 46-tól az 52. versig. A jerikói vak meggyógyításáról hallunk ebben a szentírási szakaszban. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy ez a jerikói vak, ez nagyon erőszakos. Kiabál Jézus után, csitítják, hallgasson, ő akkor is kiabál. Mondhatnánk, hogy az erőszakossága mégiscsak eredménnyel járt. Azonban nem az erőszakosságát jutalmazta Jézus, hanem valamit oda kiált Jézusnak, ami nagyon fontos. Azt mondja, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Tehát a vak igenis, hogy elismeri, hogy Jézus Dávid fia, vagyis ő a messiás, akit az evangélium, a szentírási idézetekben, az Ószövetségben megjövendöltek, és aki most tulajdonképpen az Új Szövetség világában meg is jelenik, és itt van az emberek között. És ezzel a kifejezésével, ez az oda kiáltásával meg is vallotta a hitét, a messiásba vetett hitét, hogy ő Dávid fia, a messiás. És pontosan ez mutatja, hogy ebben az emberben bár fizikailag vak volt, de lelkileg volt benne világosság. És ezt a lelki világosságot jutalmazza Jézus, amikor odahívja, és kérdezi, hogy mit szeretne, hogy meggyógyítsa, tehát kifejezi az akaratát, kifejezi a hitét a messiásba, Jézusba vetett hitét, és erre a hitre történik a gyógyítás. Tehát nem az erőszakossága nyer jutalmat, hanem a hit. Jézus ezt is mondja, menj, hited meggyógyított téged. Tulajdonképpen nekünk is ugyanígy kell Jézus felé fordulni. Nem a napi dolgainkat kell tőle követelni, hogy igenis teljesítse a kéréseinket, bedobok egy mi atyánkot, és akkor kijön az, amit kérek, hanem igenis, hogy a hittel kell Jézust követni, a messiásra vetett hittel. Tehát egy picit szükségünk van, így is mondhatnám, erre a lelki belső világosságra, ezt őriznünk kell. Mi az, ami ezt el tudja fedni? Tulajdonképpen a gyöngeségeink, a hibáink, az önzésünk, ezek bizony képesek eltávolítani bennünket az Isten világától. Ezért fontos, hogy őrizzük a belső lelki nyitottságunkat, és akkor megkapjuk az Istentől az ajándékot, mégpedig az életünk teljesít és kerekké válik, és mondhatom is, hogy megtaláljuk a boldogságunkat Jézussal. Köszönöm a figyelmet!